Ahogy a képen is látni, vélhetően az MX Linux-szal fogunk most foglalkozni. Gyakorlatilag áttértem teljes mértékben az MX Linux-ra, a blogomban leírtam, mire kell figyelni. Na lényeg az, áttértem. Szeretném bemutatni a telepítését, illetve pár gondolatot. Nyilvánvalóan az oldalukon le van írva, hogy miről szól az MX Linux, erre nem térek itt. Teljesen fölösleges azt ismételgetni, hogy Debian, stabil és nagyon jó és egyéb. A telepítés egyszerű. Jelen pillanatban ez a lényeg. 3 darab felülettel fog érkezni. A 3 darab felület egyike az FHC-e, a másik a KDE, meg a Fluxbox. Ez nagyon jó, mert nagyjából lefedi azt a spektrumot, hogy bizony van egy nagyon stabil és mindenki által szeretett XFCE, amilyen közép méretű dolog. Van a Fluxbox, ami egy nagyon pici, nagyon stabil, nagyon egyszerű dolog, és van a KDE, hát nyilvánvalóan a KDE-t szereti, annak meg ott van a KDE. Értelemszerűen sejthetitek, hogy én az XFCE verziót fogom használni. Nézzük is meg, hogy mi az első dolog. Első dolog természetesen az, hogy áttekinted a termékeket, megnézed, hogy micsoda. Azaz, megnézzük, hogy melyik ISO az, ami nekünk jó. Gyakorlatilag végig kell nézni, hogy miről van szó. Első körben megnézed, hogy melyik kiadást használjuk. 21. október 21-e jelent meg a Vadvirágok nevű eszköz. Nagyon jó. A letöltése nagyon egyszerű, hogy a letöltése, ahogy a torrentekre kattintasz, értelemszerűen én azt szoktam javasolni, hogy a torrentet használjuk, hiszen akkor nem csak letöltünk, hanem vissza is töltünk. Azaz a letöltési sebesség tőlünk függ, viszonylag gyorsan lejön, de hogyha sokan állnak be a sorba, akkor sokkal gyorsabb lesz a letöltés másoknak, azaz nem csak elszipolyozzuk a programot, az ISO-fájt, hanem azért egy picit vissza is adunk a közösségnek ezzel a dologgal. Oké, letöltésekre kattintunk, megnézzük, hogy mi az, ami nekünk kell. Az FXC-et választottam, egyértelműen kikapcsolom a fordítást, mert bizony az számunkra most zavaró, azaz a zászlós hajót. Van ebből 3 verzió. Van az általános MX-21, az X64-es gépekre, az újabb gépekre való, ami mondjuk olyan pár éves. Pár éves és 64 bites szív dobog abba. A másik, odafigyeljünk rá, 386-os, azaz a régi, hát azt mondom, nagyon régi gépekre is alkalmatos, ami bizony 32 biten dobog. Nagyon-nagyon jó dolog, hogy gondoltak azokra is, akik nem új gépet vettek, hanem van egy régi gépük, és azt szeretnék normálisan használni. Azaz, ez a kettő, ami között lehet választani általánosságban. Ha pedig újabb gépen van, újabb Intel, vagy újabb AMD Ryzen cucc van benne, vagy Radeon RX videokártya, akkor egyértelműen a harmadikat érdemes választani. Miért? Mert az az újabb kernellel, rendszermaggal érkezik, és természetesen a meghajtó programok, az egyéb dolgok is egy kicsit frissebbek benne, azaz figyeljünk arra, hogy melyik géphez, a mi gépünkhöz megfelelőt töltsük le. Az általában egyértelmű, hogy 386 meg az X64 között azért mindenki megtalálja a, hát ami neki való, de akinek újabb gépe van, Ryzenek vannak, a régi kernelek, rendszermagok nem egyértelműen, és nem igazán jól támogatták a Ryzeneket, azért érdemes ezt választani, azaz letöltjük. Miután letöltődött, lehet installálni a dolgokat. Aki KDE-t szeret, KDE-t, itt pedig a Fluxboxhoz tartozó 64, 32 bites eszköz van, ennyi. Igazából semmi olyasmi nincs, ami igazán meghaladna a képességünket, direkt letöltés, meg a torrent letöltés között lehet választani, hát bizony az a torrent az azért elég gyors dolog, és elég gyorsan lejön, kiválasztod, ami neked tetszik, és itt kiválasztod, ami kell, torrent klienssel lehúzod, és természetesen nem azonnal kitörlöd, hanem visszaosztod, elkezdhetjük a telepítést. Az image letöltése után ki kell írni pendrive-ra, nyilvánvalóan én nem azt mutatom be, hogy pendrive-ról hogyan indítjuk a rendszert,
hanem emulátorba fogunk a megszokott módon dolgozni. El is indítom az emulátort, egy pillanat, el is indult. Ahogy lehet látni, gyakorlatilag véleményem szerint a legegyszerűbb választási lehetőséget kapjuk, azaz elindítjuk az MX-21-et. Ennyi, elindítjuk, és utána elindul a telepítés szépen lassan, ahogy a gépünk engedi, gyakorlatilag pár másodperc után már megkapjuk az asztalt, és az asztalnak a ikonjait gyorsan feldobálja. Vegyük figyelembe természetesen azt is, hogy ez egy nagyon-nagyon pici gép lett, azaz a lehető legkisebb, 2 gigányi memóriával ellátott gépet emulálunk, hogy össze tudjuk vetni az előzőeket. Ahogy látjuk, kapunk egy akármilyen üdvözlő képernyőt, gyakorlatilag ezzel jelenleg nem fogunk foglalkozni, egy későbbi videóban fogjuk megnézni, hogy mit tartalmaz, mire lesz érdemes figyelni, és mik azok a lehetőségek, amik pluszban hozzákerülnek a rendszerünkhöz. Azaz ezt gyorsan becsukjuk. Azt is kell tudni, gyakorlatilag, hogy pontosan így fog kinézni. Az a rendszer, amit mi feltelepítünk, azaz lesz egy konkink, lesz egy kis ikonunk, és lesz egy eszközsávunk, azaz az XFCE panel fogjuk megkapni bal oldalt függőlegesen. Ez az, amelyikre mi számíthatunk. Én első körben kinagyítom, hogy mindenki lássa, hogy hogyan néz ki valóban full screenre, és valóban így fog kinézni. Tehát egy ilyen asztalt kapunk. El kell gondolkodni azon, hogy ez tetszik-e nekünk, jó-e. Azaz XFCE, panel, konki, háttérkép. Ez lesz az, amit fel fog rakni, meg természetesen egy kompakt, nagyon jól összerakott rendszer. A rendszer részeit későbbiekben meg fogjuk nézni. Azaz, neki is állunk nyilvánvalóan, van lehetőség arra, hogy kipróbáljuk pendrive-ról élő rendszerben, azaz, hogyha most én erre a pendrive-ra, illetve erre az image-re feltelepítenék egy-két dolgot, azt le is tudnám menteni, nem érdemes ilyesmivel foglalkozni, és azt is meg tudnám csinálni, hogyha erre a élő rendszerre telepítgetek, hogy azt telepítse föl. Azzal együtt telepítse fel a rendszerünket. Ezzel nem érdemes véleményem szerint foglalkozni, hogyha valaki nézelődik, próbálgatja, próbálgassa ki, telepítgessen rá programokat, majd utána egy tiszta telepítést csináljon, és azután rakosgassa fel a programokat. Az MX Linuxnak megvan az a kellemes lehetősége, hogy vissza is tudjuk írni ISO-fájba az élő rendszerünket, tehát amit már telepítettünk, belaktunk, és azt ki tudjuk írni pendrive-ra. Sok ilyen lehetőség van, de ezzel egyelőre nem kell foglalkozni. Első az, és erre nagyon figyeljünk, hogy egy élő, normális, feltelepített, minden hardverünkkel együttműködő rendszerünk legyen. Nem szabad abba a hibába beleesni, mint sok ember, hogy mindenféle egyéb dologgal foglalkozik, próbálgat ezt, azt, és utána nem tudja felrakni a rendszert. Első az, hogy felrakjuk, megnézzük azt, hogy a hardverünk mennyire tud együttműködni, vagy nem tud együttműködni, és utána lehet tovább lépkedni, véleményem szerint, hiszen ez a videó olyanoknak szól, akik kezdők. Gyakorlatilag egy haladónak ez a next, felkiáltású dolog igazából nem izgalmas, hiszen nem látunk olyan extrém megoldásokat. Nagyon kényelmes telepítést kapunk, de semmi extrém megoldást nem kapunk, hogy bizony az egy haladónak érdekes legyen. Azoknak készül ez, akik most szeretnének egy MX Linuxot felrakni, megnézni, hogy a telepítés mennyire pofon egyszerű, van-e olyan kérdés, amire menet közben tudnak, vagy nem tudnak válaszolni? Elmondom. Nincs olyan kérdés, pontosan egy darab döntést kell meghoznunk. Egyet. Semmi többet. Legalábbis ezzel a telepítési metódussal, amit én bemutatok. Oké, elindult a rendszer, és installer, nagy meglepetés, arra kell bökni. Megnézzük, mi modell, a billentyűzetünk modellja, PC105-ös. Ezzel igazából nem kell foglalkoznunk, általában ez a billentyűval. A kiosztás USA, hát bizony ez nekem nem tetszik, mivel nem USA-ban lakok, hanem Magyarországon, így változtatni kell, hozzá kell adni egy darab magyar billentyűzetet, és gyorsan megkeressük a Hungry, és
itt szépen a variánsok között ki lehet választani, hogy milyen típusú legyen az a billentyűzet, milyen betűkiosztás, gyakorlatilag a standardot érdemes választani, és akkor leokézzük. Amint látjuk, ez így nekem nem felel meg, az USA van elől, hát ne az legyen elől, hanem ő legyen hátul. Én az utóbbi időben magyar és USA billentyűzetet, tehát nemzetközi billentyűzetet szoktam feltelepíteni, hogy menet közben tudjak váltani, hiszen sokszor előfordul, hogy ilyen perjelek, meg egyéb zárójeleket kényelmesebb egy USA kiosztással megkeresni, mindesetleg magyar kiosztással különböző legalább három újat használva elővarázsolni, ami nekem kell. Gyakorlatilag oké, tehát 105-ös, a gyors billentyűket nem nagyon szeretnénk, haladóval nem szeretnénk jelen pillanatban foglalkozni, a billentyűváltást tudod beállítani, egyéb ilyen dolgokat nem igazából foglalkozunk jelen pillanatban. Mi a cél? Fent legyen egy magyar kiosztású billentyűzettel a rendszerünk, és leokézzük, és haladunk is tovább. USA magyar 105-ös standard. Igazából ez lesz a next a felkiáltás, amit mindig csinálunk. Első gondolat az, hogy válasszuk, ha egy darab lemezre szeretnénk telepíteni, és én mindenkit arra beszélek rá, hogyha van lehetősége, a Linux rendszer kipróbálása vagy telepítése történjen meg egy külön álló Winchester, SSD vagy akármin. Ha van lehetőséged, tegyél bele még egy kisebb SSD-t is a gépedbe, és azon kísérletezzél, vagy kisebb merevlemez, hogyha ahhoz ragaszkodsz, vagy az új, menőbb, gyorsabb SSD lemezeket választod, teljesen mindegy, csak különálló legyen, nem lesz particionálási gondod, nem kell kézzel ide-oda variálnod, nem fog belebarmolni még véletlenül se, hogyha eltalálod az SSD-t, vagy azt a lemezt, amire telepíteni akarsz, és utána nem fog belebarmolni a te esetleges Windows, vagy esetleges Linux rendszered, de ami fönt van, nem fog hozzányúlni, nem írja felül azokat a partíciókat, azokat a lemezterületeket, amire neked szükséged van. Ha különálló lemezre telepítesz, és tudod, hogy az a lemeznek az a neve. Hát nyilvánvalóan itt van nekünk egy darab virtuális lemezünk, azt kiválasztottuk. Na hát, itt van az első gondolat, amire figyelni kell, és ez a legfontosabb döntés, hogy megteheted azt, hogy húzod a csúszkát, a lemezedet százalékosan szétosztod, azaz a root parciót, azaz a rendszer rész lemez legyen ekkora. Én azt mondom, ha élő telepítésed van, ez 20, 30, 35 gigabyte környékén legyen, gyakorlatilag 30. Ez nekem nagyon bevált, nyilvánvalóan itt egy 30-as virtuális lemezen ezt nem tudom megcsinálni. 36 szoktam adni neki, mert erre az egész rendszer bőségesen elfér, az összes telepített programom el fog férni. Ez a rendszer rész lemez, azaz a rendszer partíciód, a home, a fent maradt rész pedig a felhasználóknak lehet majd alkalmazni, azaz gyakorlatilag nagyon egyszerű, ketté vágjuk, nem ketté, három, illetve négy fele vágjuk, de a többit majd a rendszer csinálja, ketté vágjuk a rendelkezésre álló üres helyünket, ketté, azaz egyik rész a rendszer, ennek igazából kell lenni egy 15-20 minimum, tehát azért ne menjünk nagyon lefele, lefele tudunk menni, bevallom őszintén, lefele nagyon szépen tudunk menni, de utána belefutunk abba, hogy nem lesz elég hely a rendszerünkön, hamar feltelik, ha még telepítünk valamilyen programokat, hagyjuk meg azt a részt annak, hogy őhozzá mi nem nyúlunk, mi ahhoz nem variálunk, azon fog dolgozni a mi Linux rendszerünk. És ahogy lehet látni, ahogy huszkodom, illetve nem lehet látni, mert a 30-asig nem tudok elmenni, a vörössel jelzi, hogy hát az neki igazából kicsinyke, de gyakorlatilag én most adok egy 15-öt neki, és a 13 GB a home rész lesz, azaz az én magány, mint felhasználó vagy felhasználó részére rendelt home partíciónk. Tehát itt ketté választja a partíciókat,
Egyik a rendszerlemez lesz, másik a felhasználói dolog. Ennek az az előnye, hogyha későbbiekbe szeretnél rendszert váltani, a Home saját doksik, saját beállítású magánpartíciód, amiben a beállításai vannak, azokat külön tudod kezelni, és külön tudod kezelni a root, azaz a rendszerlemez részt, és a Home megmarad, és esetleg a root helyére, a rendszerpartíció helyére másfajta Linuxot is fel tudsz tenni, ez egy kicsit már bonyolultabb, haladóbb dolog, de a Home-ot a rendszertől elválasztva sokan szeretik. Nekem teljesen mindegy, bevallom őszintén, hogy egybe van vagy külön, de gyakorlatilag így oldották meg, azaz ezt a csúszkát be kell állítani úgy, hogy 20-30 legyen a root, és a másik fele pedig az, ami te nyugodt szívvel használhatsz. Akarod-e a lemezeket titkosítani? Akarod? Nem akarod? Ha akarod, bepipálod és beírsz egy jelszót, nagyon odafigyelve, mert hogyha beírsz valami hülye jelszót, és utána 10 percre telepítés után nem fogod megmondani ennek a rendszernek, hogy bizony, én tudom a jelszót, és ez a jelszó, akkor az életbe te azt a rendszert nem fogod tudni használni. Ha letitkosítottad, akkor az valóban olyan szintű titkosítással lesz, hogy nagyon egyszerűen amatőr, vagy akár haladó funkciókkal, ismeretekkel és hozzáértéssel nem fogod tudni azt visszaszerezni. Erre igencsak figyelj, hiszen Linux alatt kőkemény titkosítási dolgok vannak, lehetnek, hogyha azt szeretnéd. Én úgy gondolom, hogy mivel ez egy bemutatásra szánt, 10 perc múlva úgyis letörlöm ezt az imidzset a videó után, természetesen nem szeretném titkosítani. Oké, mehetünk tovább, megnézzük, be van pipálva be, természetesen, jó lemezt adtunk meg, kétszer nézd meg, mert én jártam úgy, hogy két darab SSD, egyforma méretű SSD volt, és a másikra raktam rá a rendszert, mint amire akartam. Még az volt a szerencse, hogy azon egy belakott Linux rendszer volt, amit körülbelül fél hónap alatt tudtam összebarkácsolni, ugyanúgy mindenfajta nüansznyi beállítással, és nem a dokumentumjaim, a munkáim, ami mondjuk, ha arra a lemezre ment volna rá, 2-3-4 éves munkám elszállt volna. Van mentésem, de ez egy saját döntés, hogy van mentésem, azaz azért neked, hogyha véletlenül nincs legalább 2 mentés a doksiaidról, meg egyebeidről, jobb, ha megnézed ide, mit választasz ki. Itt egyszerűen vagyunk, egy darab lemezünk van. Oké, nézzük is meg, mit rejt a másik ajtó, azaz a custom rendszer összeállítása. Nem fogunk végigmenni rajta, csak bemutatom, hogyan kell. Az, hogy te hogyan partícionálsz szét egy lemezt, mit törölsz és mit adsz hozzá, egyéni dolog. Tehát aki már ezt a verziót választja, annak egyrészt a file rendszerrel tisztába kell lenni, minek, hol és miképp kell mindenképp ott lenni, és természetesen ismerni kell a gparted nevű eszközt. Ha véletlenül jelen pillanatban van egy Linuxod, akármilyen Linuxod, akkor nézd meg a gépartedet, telepíts föl és nézd meg, hogyan működik, ne itt kelljen keresgélni, hogy mit, hogyan állogatunk, fizikailag hogyan kell állogatni, hanem már készen legyél a tudással, a technikai tudással, hogy bizony itt, meg ebbe a menübe találod meg a dolgokat. Oké, next! Haladók már felismerik, hogy itt azért bizony van 3 darab partícióm, egy root partíció, egy swap partíció, meg egy laci. Nem így van, de majd mindjárt javítunk ezen. Ő a neve. Gyakorlatilag ő a neve, még nincsenek felcsatolva. Nyilván a root partíció, aminek ez a neve, azt fel fogjuk csatolni első körben, hova? Rootként. Az SDA 2-es, az van ideírva swap MX, ez egy szétbarmolt rendszer, tehát ezzel már játszadoztam virtuális géppel, itt jól be lehet mutogatni. Nyilvánvalóan a swapként fogjuk ezt használni, hiszen ő a neve, nincs titkosítva, mert nincs bepipálva. Erre azért oda kell figyelni, és van egy üres, amit még sehova nem csatoltuk föl, az a Laci. Ezt el fogjuk tüntetni, letörölni, meg létre fogjuk hozni újra. Azaz meg kell hívni a partícionáló eszközünket. A partícionáló eszközünk, ahogy említettem, a gparted pofon egyszerű dolog, a szétpartícionált lemezünket fizikailag,
vizuálisan is látjuk, meg fel van sorolva. Itt van az X4-es, a swap partíció, nyilván arra figyeljél, hogyha a swapot hozol létre, akkor légy szíves a swapként is formázni, mert különben nem fog jól működni. Lényeg, nekünk a Lacit kell törölni, kijelöljük, Laci, és delete, és látható, nem kiosztott részt fogunk kapni, ezt hozunk létre egy újat egészre, legyen az egész, legyen a neve, például az, hogy home, jó? Tudjuk azt, hogy home partícióként fogjuk felrakni, és ad ennyi, utána edit, és engedélyezzük. Itt természetesen ki tudod törölni az előző beállításokat, amiket esetleg úgy gondolsz, hogy mégsem nem így szeretnéd, mert ide le van írva először letöröljük ezt a partíciót, ami ekkora volt és itt van-e. A másik pedig, hogyha létrehozunk egy X4-est, ekkorát és ott. Oké? Okay? Tehát ezt nézzük át. Utána engedélyezzük, megint engedélyezzük, és mind a villám lefut. Nyilvánvalóan, hogyha 5 terabájtos lemezed van, és azt formázgatod, rendezgeted, az hosszabb idő, tehát ez egy kisebb, virtuális, tehát viszonylag gyorsan működő dolog. Oké, végeztünk. Itt olyan, hogy vissza gomb nincs, becsukjuk ezt, és utána látjuk, hogy bizony 1-2-3 partíciónk van. 2 már eredetileg ott volt a régi lemezen, meg egyet létrehoztunk. Fölcsatoljuk, rootként fölcsatoljuk, szuper! Utána a swapot fölcsatoljuk swapnak, és ezt hova csatoljuk föl? Már bizony azért jó lenne, a home alá szeretnénk csatolni, és akkor készen is vagyunk, készen vagyunk. Ha szeretnéd titkosítani, bepipálod. Természetesen akkor a titkosítási lehetőség megtörténik, a többi pedig egyértelműen, önműködően meg fog valósulni. Igen, rákattintunk, még egyszer azért megnézzük, hogy bizony jó-e ez nekünk, és ezt akartuk-e, mert utána azért nehezebb variálni, egy yes-re nyomunk, hogyha minden rendben van, aztán elkezdi telepíteni, majd elkezd dolgozni. Elkezd dolgozni. Nagyon rendesen megcsinálták azt a rendszert, mert mi mehetünk tovább. A következő döntés, hogy hova szeretnénk installálni a group rendszert, azt a rendszert nagyon leegyszerűsítve, ami az egész indításért, ha van másik rendszer a gépeden, annak az indításáért is felel, azaz hova szeretnél tenni, és milyen típusú legyen. Nyilvánvalóan én azt szoktam mondani, hogy ugyanarra a lemezre érdemes rátenni, amelyiken a rendszerünk van, hát bizony ő felajánlja nekünk az SD-at, azt bizony, mivel egy darabunk van, de te szépen be tudod állítani másik lemezre is, figyelj rá, jó helyre tedd, és azt választ ki, ami neked kell. Jó, hát ő dolgozik, dolgozzon tovább, mi attól még mehetünk tovább, a komputered nevét megadhatod, akármilyen nevet adhatsz, domént is akármilyen nevet adhatsz neki, ez inkább csak azonosítási dolog. Nem az interneten azonosítanak ezzel, hanem hogyha hálózatba szeretnéd kötni ezt a gépet, nem szoktam ilyesmit csinálni a saját gépeimmel, akkor természetesen ezekre a nevekre szükséged lesz, de hát akármit megadhatunk itt. Igen, akarunk-e szambát? Akarunk-e szambát? Ha van Windowsot, akarsz, vagy hálózatot? Természetesen, ha nem akarsz, nem csinálsz, én nem akarok, hát ez egy szeparált gép, amelyiken nincs hálózat, és hát a hálózati nevet meg kell adni. Next, tovább lépünk. Hol vagyunk? Hát természetesen kitalálta, hogy Amerikában vagyunk, Magyarország, megvan, amerikai időzónát nem szeretnénk, nem Amsterdamba vagyunk, természetesen nem Bukarestbe, Budapesten, ennyi. A system óra tehát a local time-ot honnan vegye, ha a rendszer órából szeretnéd vetetni, akkor bepipálod, ha nem, a formátumot logikusan kiválasztod. Milyen szervizek, szolgáltatások induljanak? Erre rákattintasz, és eldöntöd, hogy kell-e neked. Sudo? Kell. Krón? Anakrón? Kell. A krón, anakrón az időzített munkákért felelős, azaz, hogyha egy mentést időzíteni szeretnél, az bizony krón, vagy a krónnak valamilyen származéka nélkül bizony nem fogod tudni te megcsinálni kényelmesen, így marad a krón. Hogy ők a krónt választották,
az az egyéni dolog. Az anakron az is maradjon, mert periódikusan elvégezendő, óránként, naponta, hetente, havonta, évente elvégezendő feladatokat ez nagyon szépen tud kezelni. Hardware. A hardware cuccokhoz, hogyha nem tudod, hogy mi az, nem kellene hozzányúlni, ha szkennered van, a Sanad Daemont jól lenne elindítani, meg egyebeket, ehhez nem kéne hozzányúlni. Minden jó, ahogy van. A network, Bluetooth, illetve az AirSync között választhatsz, illetve hát azok közül választhatod, hogy mi nem kell. Én azt mondom, hogy hagyd mind a kettőt, még ha Bluetooth-od nincs is, akkor is hagyd. Ne nyúljunk hozzá olyanhoz, amiben 100%-osan nem vagyunk biztosak. Ha nyomtatód van, akkor természetesen a CUPS nevű cuccot légy szíves bepipálni, mert annélkül nyomtatni nem fogsz tudni, illetve utólag is fel lehet rakni, de hát az nem kezdő feladat, meg elindítani, meg egyéb. Akkor látjuk, hogy minden működik, okézzuk le. Magyarország, Európa, Budapest, 13.57 vagy 1.57. Te döntöd el, hogy mi tetszik, és utána bizony mit csinálunk, mivel hogy én beszéltem sokat, egyébként ezek a beállítások gyakorlatilag fél másodpercek, de a beszéddel elment az idő, vár egy inputra, kírja, hogy mi legyen a login nevem, hát Laci lesz a login nevem, kisbetű és kisbetű. Utána megadjuk a titkos jelszót, megmutatom a titkos jelszómat, amit kizárólag itt használok. 2 vagy 3 darab a betű. Itt nagyon bonyolultá tettem, 3-at fogok beírni. A root adminisztrátori jelszót megadom, szintén a titkos jelszót, nyilvánvalóan te azt adod meg, amit szeretnél, legalább 8 karakter legyen, mi jegyez meg, mert rootot, ha elfelejted, elég nehéz visszaszerezni az ő jelszavát. Egy felhasználói jelszót azért könnyebben meg tudunk keresni, hogyha véletlenül elfelejtjük, hiszen hogyha van adminisztrátori jogunk, akkor elég sok mindent meg tudunk csinálni. Oké, megvan a két felhasználónk, a fő az adminisztrátor, meg a szegény dolgozó ember, aki én vagyok. Ezekre figyeljünk, mind a kettőnél pontosan és jól kell megadni a jelszót, mert elfelejted, gondokat okoz. Autologin nem kell, azaz mindig legyen beléptetőképernyő, és legyen szíves elkérni az emberkéknek a jelszavát, azaz autologint lehet használni egy szeparált védett gépbe, mármint olyan védett, hogy más fizikailag nem fér hozzá, vagy egy olyan gépbe, amihez igazából, hogyha valaki hozzáfér, semmi különösebb problémád nem lesz, de azért az autologint felejtsük el. És az élő desktop mentését is meg tudjuk tenni, tehát hogyha mentettünk valami egyéb programokat rá az élő rendszerünkre, az USB-s rendszerünkre, na hát azokat legyen szíves berakosgatni, illetve azokat a beállításokat, amiket nem csináltunk meg, hiszen megbeszéltük, nem az USB-n szeretnénk beállogatni valamit, mert nyilvánvalóan a gépre akarunk telepíteni, és egy originál, eredeti beállítások nélküli MX Linux-szal szeretnénk kezdeni. Next! Hát bizony utána szépen elnexteli a dolgokat, dolgozik, kiír különböző dolgokat, hogy bizony a Soundmixert, meg akármiket ő szépen fölrak, minden nagyon jó lesz nekünk, és elkezdi, elvégezze az adminisztratív dolgokat, tehát frissíti azokat, amiket kell, és utána azt mondja, hogy ő már aztán végzett. Szuper, gyerekek! Én az utolsó élő telepítést, amit tettem az elmúlt napokban, 3 perc alatt lehajtottam. Gyors gép, gyors internet, már mindig tudtam, hova kell egérnek a kurzorral, hova kell kattintani, fölmászott. Ennyi. Nem kell ilyenkor semmi extrémet csinálni. Láttátok, nincs lehetőség olyan választásokra, hogy most valami programokat felrakunk. Nekem nagyon tetszik ez, hogy megkérdezi, hogy milyen jelszót szeretnék, milyen néven, root szeretnél emelt jogú felhasználót. Persze, hogy szeretnék emelt jogú felhasználót, meghúzzod épp a csuszkát. Ennyi. Ezen kívül nem kell egy átlagos felhasználónak különböző dolgokat most telepíteni. Fölmegy a rendszer,
elindul a rendszer, örülünk neki, megnézzük, hogy a hardverek működnek-e, nyilvánvalóan van-e internetünk, meg a monitorokat nagyjából beállogatjuk, utána egyszerű kattogtatással föltolható azok a program szettek, azok a program készletek, amiket te magadnak elképzeltél. Erről is fogunk majd a későbbiekben beszélni. Villámgyorsan föltelepíthető minden. Hát finish. Ne felejtsük el, be van pipál, vagy automatikusan indul újra a rendszer. Finish, és utána várunk finishelt, és utána újraindul a rendszerünk, nyilvánvalóan most bootolunk, és kiválasztjuk nem a memóriatesztet, hanem a boot for hard disk. Ez nyilvánvalóan azért történt így, mert én nem vártam meg azt, hogy ez nyilvánvalóan azért ilyen folyamat, mert én a pendrive-ot, az ISO-t nem csatoltam le róla, nem húztam ki, nem rebootolt a gépem, hanem így gyorsabban a lemezről indult, nyilván boot, és utána látjuk a bejelentkezési képernyőt, nem kell semmit csinálni, az első választása jó, ami az MX-21-et indítja, a másodikon is lehet nézelődni, hogy mi van, de hogyha nincs különösebb kernel cuccunk, amit fölrakosgattunk volna, nem volt rá lehetőség, vagy éppen valamilyen indítási parancsot nem szeretnénk futtatni, beállításokat nem szeretnénk tenni, akkor az első verzió volt a jó, és bejelentkezünk, a szokásos bejelentkezési dolgokat kapjuk meg, mi vagyunk a Laci, nincs más felhasználó, rootként is beléphetnénk, de nyilvánvalóan normális ember nem lép be rootként a rendszerébe, majd ha kell, akkor megkapja az emelt jogot, és megadom a titkos jelszót, úgy emlékszem, 3 darab kattintás az A betűvel, bejelentkezés. Megnézzük, hogy mit kaptunk. Hát nyilvánvalóan kérje, hogy megint hozzá csatlakozott az internethez, és megkaptuk az üdvözlő képernyőt, és észrevesszük, hogy 44 új elérhető frissítés van. Ez azért történik így, mert amióta elkészítették ezt az ISO fájlt, amit te kiválasztottál, azóta frissítések érkeznek. Nagyon jó, vagy nagyon rossz, ezt neked kell eldönteni, hogy menet közben ő nem frissít fel, tehát nem a legfrissebb dolgokat rakja fel, hanem ami a DVD-n, pendrive-on, ki, hogy a hívja ezt a telepítő médiát, azon van, azt tolja föl, ezzel gyorsítja a telepítést, nem megy fel az internetre, nem nézegeti meg, hogy hát bizony van-e frissebb, és töltögeti le, és installálja, hanem felrak egy rendszert, indításra kész rendszert. Nem akarok nagy hülyeséget mondani, de úgy emlékszem, havonta jelenik meg egy új ISO, tehát telepítő, ez MX Linux, ez a Debian stabil ágára készült dolog, gyakorlatilag egy hónap alatt nem érkezik meg 5000 vagy 500 frissítés, és nem avul el a rendszer, hiszen ez egy stabil, több évre tervezett Debian stabil ágú dolog, az bizony nem fog frissülni. Percenként látható 44 darab új cucc van, amit frissíteni kellene. Ez bizony nem fogjuk megtenni, hiszen mi nekünk mi a célunk? Gyakorlatilag az, hogy most megnézzük, hogyan néz ki ez a rendszer kinézetügyileg. Kinézetügyileg kaptunk egy szép hátteret, illetve kaptunk egy konkit, hogy ez tetszik, vagy nem tetszik, és a hátteret 2 perc alatt lecseréled, mert ettől a színösszeállítástól rögtön herótod van, és utálod, vagy nagyon szereted, teljesen mindegy, egyszerű kattogtatással le fogod tudni cserélni, hiszen XFCE rendszerrel dolgozik, az a felületünk, a konki beállítás, ennek a kijelzőnek a beállítása pofon egyszerű. Miért mondom, hogy pofon egyszerű? Azért mondom, hogy pofon egyszerű, mert van hozzá program. Tehát nem kell, bár lehet, hogy szerkeszted a konkinak a beállító fájlait, azt az egy darab állományt, ami egyszerű dolog, nyilvánvalóan nem egy agysebészet, de van beállító cucc, amivel ide-oda tologathatod a színeket, állogathatod, meg megváltoztathatod a konkinak a kinézetét. Gyakorlatilag testre tudod szabni, különösebb ismeret nélkül. Ami számunkra fontosabb, az eddig bemutatott ablakkezelők,
Az XFCE nem a blokkezelő, tehát erre figyelj, inkább asztali környezetnek kell nevezni. Azokkal ellentétben az asztalra is tudunk ikonkákat rakosgatni. Kettő darab ikont rakott ki, ami nyilvánvalóan az MX-nek a dolgait, a sugóját, a gyakran ismételt kérdésekre fog oda navigálni. Én azt mondom, hogy első körben, bár így van beállítva a Firefox, látható, a Firefox van telepítve, annak az alapbeállítása, hogy a saját oldalukra oda navigál. Ezt is, és hogyha úgy döntesz, hogy az XFCE verziót választod, akkor az XFCE saját honlapjára tegyél egy-egy könyvjelzőt, és utána mindig olvasd el azt a programot, amivel szeretnél foglalkozni, mert mindent elmagyaráznak, és sok olyan van, hogy használunk egy programot, és vannak újdonságok, amit majd későbbiekben elmondok, hogy bizony ránéztem 1-2-3-4-5 éve bent van abba a programba, de soha nem használtam. És milyen jó, hogy bent van, és hogyan tudom használni? Úgy, hogyha megnézem a leírást, a lehetőségeket. Megkaptunk egy panelt, nem nagy meglepetés, ha az XFCE-et tesszük föl, akkor arra egy XFCE panelt kapunk. A panel függőleges. Nyilván, ha valakit zavar, hogy itt függőleges, vízszintessé tudja tenni, kettőt is föl tudunk rakni, akár hogyha olyan kedvünk van, még négyet is el tudunk indítani többet is. De jelenleg nem is ez a feladatunk, hogy ezzel foglalkozunk. Kapunk egy kiléptető gombot, rákattintva a kiléptetés, leállítás, egyéb teendőinket meg tudjuk tenni, és ahogy lehet látni, egy világos szín összetételt kaptunk, egy kellemes minden programra vonatkozó beállítást kaptunk, össze vannak hangolva itt a programok színei, nyilván, hogyha majd felrakunk valami, hát nem éppen ide beleillő programot, akkor nekünk kell, bár nem valószínű, nekünk kell egy-két beállítást csinálni. Oké, az indítást, leállítást inkább így mondom, meg tudjuk tenni, gyorsindító gombokat kapunk, későbbiekben ezzel lehet foglalkozni. Látható, hogy villám gyorsan elindul, ahogy mondtam, az MX-hez fog oda navigálni, automatikusan ezen is lehet változtatni, első időben nem igazán kellene hozzányúlni. Nézzük meg, a tunárt kapjuk, egyértelmű XFCE-ről beszélünk, szép, beleillő keret szint kaptunk. Itt vannak ikonok, amivel lehet dolgozni, gyorsindító ikonok, a hangerőt szabályozó, hangkeverőt, a hangeszközöket szabályozó, a internetet szabályozó, a vágólapot szabályozó, a billentyűkiosztást szabályozó kattintásra, ezeket rárakták, a frissítési ikonkát ide rakták, hogy használod vagy nem, az teljesen mindegy, nyilván MX Linuxnál felveheti az ember azt a szokást is, hogy föltelepíti a rendszert, aztán 2-3 hetente, időnként, amikor van egy 10 perce, felfrissíti a rendszert, ez nem Arch Linux, ahol naponta kell, vagy két naponta, hetente, pár naponta érdemes frissíteni, itt bizony nem jönnek olyan ciklikussággal a frissítések. A következő gondolat az asztalváltó, hát bizony két asztalt kapunk, az egyiken ott akon ki, a másikon nincs ott akon ki, nagyon jó. És kapunk egy start menüt, kapunk egy kulturált, normális, a XFCE rendszereknél megszokott start menüt, azt hiszem ezek után senkinek nem lesz gond a rendszer használata. Miért? Mert egyértelműen megkapjuk azokat a megszokott dolgokat, amit egy desktop felhasználó, tehát egy asztali felhasználó már alapból elvár, van háttérkép. Azért veszem ezt előre mindig. Sok embernél azt tapasztalom, hogy megnéz egy rendszert, megnézi a háttérképet, szép, akkor ez egy jó rendszer. Csúnya, ronda, nem tetszik a színe, ez egy rossz rendszer. Van ilyen. Én inkább azt mondom, háttérképünk van, konkink van, panelünk van, gyorsindító start menünk van. Ennél több nem kell. Bárki ezzel el tud indulni, hiszen programindítás ennél egyszerűbben nem történhet meg, hogy kiválasztod azt, ami számodra fontos. Oké, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Megmutattam az egyszerű MX Linux telepítést, ami egy darab lemezterületre, egy darab lemezre való legegyszerűbb telepítést mutatta meg,
mert véleményem szerint egy kezdőnek különböző particionálgatások, különböző egyéb dolgok nem valóak. Higgyétek el nekem, hogyha nem szeretnétek kezdőként belekavarodni valamibe, akkor érdemes egy külön lemez rászánni arra, hogy te a Linuxodat felragd, akkor nincs tévedés, nincs felülírás, ha megjegyzed, hogy hol van, meg hogy hívják azt a lemezt, főleg akkor kényelmes, hogy a különböző méretű lemezeid vannak, nem kavarod össze, arra rátelepíted, és akkor nincs probléma. Azt is lehetett látni, hogy nem tett fel semmilyen különleges kérdést, egy picit más a logikája, mint ahogy megszoktuk Arch Linux alatt, nem azt a telepítő rendszer, programot használja, mint amit ott megszoktunk, de itt se volt semmilyen olyan probléma, ami szerint nekünk valami olyan kérdésre kellett volna választ adni, amire nem tudunk. Hát köszi szépen, sziasztok, sziasztok, és mindenkinek jó MX Linux telepítést kívánok, majd későbbiekben a többire rá fogunk térni, mert elképzelésem szerint lassan, lépésenként egyrészt az MX Linuxot, másrészt az XFCE felületet szeretném bemutatni, átmenni azokon a nüansznyi kis dolgokon, megtapasztaltam, hogy mit érdemes beállítani, mire érdemes odafigyelni, és melyikek azok, amikhez hozzá se kell nyúlni, mert alapesetben nagyon kényelmesek. Köszi szépen, sziasztok, sziasztok!